minden élet forrása. Küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, ma húsvét harmadik vasárnapja van, és ezen a napon a jó termésért is imádkozunk és könyörgünk. Azt gondolom, hogy ebben az ínséges időben még jobban érezzük, hogy rászorulunk az Istennek a könyörületére, az Istennek a segítségére. A mezőgazdászok tudják, hogy szárazság van, most is szükségünk lenne esőre. Ezért fontosnak gondolom, hogy az áldozás után a szokásos jó termésért való imádságot elimádkozzuk. Most viszont vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz!
kegyelmezz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk, Istenünk, Te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a föltámadás napját. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkös napján Péter a 11 kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe, figyeljetek és hallgassátok meg szavamat. Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat. A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendölt róla. Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbamon, meg nem inoghatok.
Örvend a szívem, az ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak honában nem hagyod, hogy szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az élet útját mutatott Uram nékem. Az élet útját mutatott Uram nékem. Istenem, oltalmazz engem, mert benned bíztam. Azt mondom Uramnak, Istenem, Te vagy nékem. Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, örökségemet Tőle várom. Az élet útját mutatod Uram nékem. Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. Mindenkor Isten tartom szemem előtt, jobbomon ő áll, semmitől sem félek. Az élet útját mutatott Uram nékem. Örvend a szívem és dalt zeng a lelkem, sőt, testem is megnyugszik bízva, mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, és testemnek romlás nem árthat. Az élet útját mutatod Uram nékem. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, szent félelemmel éljetek földi zarándoklásotok idején, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik, kinek-kinek tettei szerint. Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket, az atyáitok által rátok hagyott értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt Isten előre kiválasztotta már a világ teremtése előtt, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, 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 alleluja. Urunk Jézus, tárd fel az írások értelmét, hadd lángoljon a szívünk, midőn tanítasz minket. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Húsvét vasárnap
ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestet. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őrolla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Míg abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek! Hallottuk az evangéliumban az Emmauszi tanítványoknak a történetét. Az Úr Jézus megfedi az Emmauszi tanítványokat, és azt mondja nekik, hogy ó, ti késedelmes szívűek, még mindig nem hisztek. A történetből hallhattuk azt, hogy az Emmauszi tanítványok nagyon pontosan elmondják, hogy mi történt Jeruzsálemben, és azt is, hogy az asszonyok, akik húsvét vasárnap kimentek a sírhoz, üresen találták a sírt. Ők is megnézték. És valóban úgy volt minden, ahogyan az asszonyok azt mondták, és mégsem hittek. Késedelmes szívűek. Hányszor vagyunk mi is,
ilyen késedelmes szívűek, amikor látunk, de mégsem hiszünk. Amikor nem gondolkodunk, amikor nem figyeljük meg pontosan, hogy mi is történt, hanem nagyon egyszerűen ítélkezünk, bizonyos dolgokon túllépünk, és a gondolkodásunk útján nem jutunk el az Istennek a valóságához, nem jutunk el odáig, hogy az Istent fölismerjük a dolgainkban, hogy az Istent fölismerjük az életünkben, hogy az Istenre rátaláljunk akár az életünkön keresztül. A mai ember nem akar figyelni. Ferences szerzetes atya, aki mentál végzettségű és a Mentálhigiéni Intézetben tanít, hozta azt a példát és azt a képet, amikor az idős, józanul gondolkodó paraszt ember időnként leült. Nem csinált semmit, csak nézte. Nézte a jószágokat, nézte mindazt, ami körülötte történik. És mégis ebben a gondolkodásban, ebben a figyelemben bölcs döntéseket tudott meghozni. Valójában a meditációnak, az elmélkedésnek is a lényege, hogy figyelünk, mégpedig az Istenre. És a emberi világunknak is egyik legfontosabb tényezője a figyelem, hogy odaadóan tudjunk figyelni, osztatlan figyelemmel, azért, hogy a figyelmünk által, a szemlélésünk által olyan gondolatok fogalmazódjanak meg bennünk, amelyek valóban segítenek bennünket az életünkben. Ma nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy akkor, amikor van egy probléma, akkor minden figyelem nélkül, nagyon kevés gondolkodással, de oldjuk meg a problémákat. És közben egy lényeges dolgot kihagyunk, a figyelmet, pedig sokkal előrébb tudnánk jutni az élet minden területén, ha a figyelmet nem spórolnánk meg. Az emberi lélektan arra mutat rá, hogy az emberi pszichének a fejlődésében milyen nagy szerepe van például a szülői figyelemnek, hogyan a szülők figyelnek a kisgyermekre, de persze a későbbiekben is. De mi magunk is megtapasztaljuk a saját életünkben is, hogy milyen nagy jelentősége van annak, amikor valaki szeretettel meghallgat bennünket, amikor valóban figyel ránk. Mert akkor tudjuk összeszedni mi magunk is a gondolatainkat, és jutunk el ahhoz az erőforráshoz, amely segít bennünket arra, hogy mi magunk megtaláljuk a problémának a megoldását. Mi magunk tudjunk tenni a sorsunkért. A mai világunkból hiányzik ez a jellegű figyelem. Mert a figyelem az erőt kíván tőlünk, valamire összpontosítani, oda tenni magunkat. Ez bizony időnként nem kis erőfeszítést jelent. Mégis ez az, ami az emberi lényünkhöz hozzátartozik, az emberségünkhöz, hogy oly módon tudunk figyelni, hogy a figyelmünk által össze tudunk rakni dolgokat, egyből megvilágosodik valami, és meglátjuk a dolgoknak az értelmét, és ahogyan említettem, igazán bölcs döntéseket tudunk hozni. Valójában itt az Emmauszi történetben is ez az egyik fontos dolog, hogy az Úr Jézusra figyelnek, és elmagyarázza mindazt, ami a Szentírásban előre megvolt róla írva, hogy mindez már több száz évvel ezelőtt a szentírók leírták, hogy a Messiásnak majd szenvednie kell, de a Messiásnak az uralma a világ végezetéig tart, hogy Dávid utódának a királyságának soha nem lesz vége. Az Úr Jézus az Ószövetség jövendőlései által rámutat arra, hogy ő az, akit megígértek, ő az, aki beteljesítette az írást. Tehát mindannyiunk számára ez a nagy kérdés, hogy el tudunk-e jutni a kételkedésből a hitnek a bizonyságába. Van ennek egy olyan része, ami emberi
dolgainknak a következménye. Vagyis, hogy bizonyos dolgokat nekünk is akarni kell. Akarni kell megérteni az Istent. Akarni kell az Istenre figyelni. És az Isten dolgaiban is fontos, hogy előre tudjunk lépni. A hit útján valamit nekünk, embereknek kell megtenni. És mégis van egy hitnek egy másik oldala, amire a Szentlélek indít bennünket. Mert hogy az Emmauszi történetben van egy másik mondat is, ami a Szentlélekre utal. Az Emmauszi tanítványok, miután a feltámadt Jézus eltűnt előlük, megjegyzik, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben elmagyarázta az Úr Jézus az összefüggéseket. Lángolt a szívünk, az Isten szeretetére gyulladt a szívük, megértették az Istennek a dolgait, és a Szentlélek Úristen volt az ő segítségükre. A feltámadt Jézusnak az első, legnagyobb és legfontosabb ajándéka a Szentlélek. Hiszen az Úr Jézus a búcsú beszédében beszél a Szentlélekről, a vigasztalóról, az igazság lelkéről, akit majd ő elküld, és mindent eszünkbe juttat, és mindent meg fogunk érteni a Szentlélek segítségével. És húsvét vasárnap, amikor a feltámadt Jézus megjelenik a tanítványoknak, azt mondja, békesség, ne féljetek, és vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lelket adja elsőnek a tanítványoknak, ami majd pünköstkor teljesedik be, de az Emmauszi történetben is ott van a Szentlélek Úristennek a megvilágosító hatalma, az ő ereje, ahogyan az Emmauszi tanítványok felismerik Jézus Krisztust, fölismerik és rádöbbennek, hogy Jézus itt van közöttük, ő valóban él, és a kenyértörésben eltűnt. Az a Szentlélek, aki a Szentírást ihlette, hiszen számunkra a Biblia, a könyvek könyve a Szentlélek által ihletett mű. A Szentlélek Úristen volt az, aki a Szentírókat arra késztette, hogy az Isten igazságait tévedés nélkül írják le. És ugyanaz a Szentlélek lángra gyullad a tanítványoknak a szívében, ugyanaz a Szentlélek megérteti velük a Szentírást. Ezért fontos a mi életünkben is, hogy vágyakozzunk a Szentlélekre. Hiszen az Úr Jézus nekünk is adni akarja az ő lelkét. Mi ránk is ránk lehel, és mondja, vegyétek a Szent Lelket. A vigasztalót, az igazság lelkét, aki által igazán életünk lehet. Tehát a Szentlélek Úristen a mi vezetünk, a Szentlélek Úristen az, aki a mi szívünket is az Isten szeretetére gyullasztja. Egy a fontos, hogy figyeljünk az Istennek a dolgaira. Figyeljünk, gondolkodjunk, és azután cselekedjünk. Mert hogy a Szentlélek Úristen az, aki a mi értelmünket is megvilágítja, ő az, aki cselekvésre késztet bennünket, és a Szentlélek által tudunk tanúságot tenni az Istennek a szeretetéről. Amen. Isten fizesse meg. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, a valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvérei, mennyei atyánkat, hogy szent félelemmel éljük földi vándorlásunk idején, és Krisztussal együtt mi is feltámadjunk, hogy Ferenc pápa, a püspökök és a papság biztosan vezessék Isten népét az örök hazafelé vezető úton. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy Isten népe mindig felismerje a föld élet útjain köztünk járó Krisztust, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a népek vezetői a helyes útra irányítsák a rájuk bízottakat, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy tévelgő embertársaink rátaláljanak a feléd vezető útra, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy életünk estéjén Krisztus velünk maradjon, és megadja nekünk a boldogító Istenlátás kegyelmét, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a koronavírus fertőzés által elhunytak örök nyugodalomra leljenek öleld őket a te szent szívedre, az elhunytak hozzátartozóidnak pedig adj erőt és vigaszt, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Urunk, nekünk bő termést, kedvező időjárást, hogy akkor, amikor a terményeinket betakarítjuk, akkor boldog és örömteli szívvel tudjunk hálát adni neked a te gondviselő jóságodért, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, te ismered minden lépésünket, segíts kegyelmeddel, hogy el ne tévedjünk a föld élet zarándok útján, hanem szent fiat társaságában biztosan eljussunk hozzád, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet szereztél,
add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent
színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányod, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste is vére, ülízzen meg engem az örök élet.
lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihlesd meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, s add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan föltámadására. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozunk a koronavírus járvány idején Erdő Péter bíboros úr imáját. Mindenható Urunk, Atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és föltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítség a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősíts bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Szent Korona vértanú, könyörög érettünk. Amen. És most következik a jó termésért való imádság, könyörgés. Uram, irgalmaz nekünk. Uram, irgalmaz nekünk. Krisztus, kegyelmez nekünk. Krisztus, kegyelmez nekünk. Uram, irgalmaz nekünk. Uram, irgalmaz nekünk. Krisztus, hallgass minket. Krisztus, hallgass minket. Krisztus, hallgass meg minket. Krisztus, hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, irgalmaz nekünk. Megváltó Fiú Isten, irgalmaz nekünk. Szent Lélek Úristen, irgalmaz nekünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk. Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk. Istennek Szent Anyja,
könyörögj érettünk. Szüzeknek szent szüze, könyörögj érettünk. Szent Mihály Gábor és Ráfael főangyalok, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok, könyörögjetek érettünk. Szent Ábrahám, könyörögj érettünk. Szent Mózes, könyörögj érettünk. Szent Illés, könyörögj érettünk. Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk. Szent József, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent pátriarkák és próféták, könyörögjetek érettünk. Szent Péter és Pál, könyörögjetek érettünk. Szent András, könyörögj érettünk. Szent János és Jakab, könyörögjetek érettünk. Szent Tamás, könyörögj érettünk. Szent Máté, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent apostolok, könyörögjetek érettünk. Szent Lukács, könyörögj érettünk. Szent Márk, könyörögj érettünk. Szent Barnabás, könyörögj érettünk. Szent Mária Magdolna, könyörögj érettünk. Mindnyájan az Úr tanítványai, könyörögjetek érettünk. Szent István diakonus, könyörögj érettünk. Antiókiai Szent Ignác, könyörögj érettünk. Szent Polikárp, könyörögj érettünk. Szent Justinus, könyörögj érettünk. Szent Lőrinc, könyörögj érettünk. Szent Ciprián, könyörögj érettünk. Szent Bonifác, könyörögj érettünk. Szent Adalbert, könyörögj érettünk. Szent Gellért, könyörögj érettünk. Boldog Apor Vilmos, könyörögj érettünk. Beket Szent Tamás, könyörögj érettünk. Szent Szaniszló, könyörögj érettünk. Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás, könyörögjetek érettünk. Miki Szent Pál, könyörögj érettünk. Vanga Szent Károly, könyörögj érettünk. Szent Márk István és Menyhért kassai vértanúk, könyörögjetek érettünk. Szent Perpétua és Felicitás, könyörögjetek érettünk. Szent Ágnes, könyörögj érettünk. Goretti Szent Mária, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent vértanúk, könyörögjetek érettünk. Szent Leó és Gergely, könyörögjetek érettünk. Szent Ambrus, könyörögj érettünk. Szent Jeromos, könyörögj érettünk. Szent Ágoston, könyörögj érettünk. Szent Atanáz, könyörögj érettünk. Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely, könyörögjetek érettünk. Aranyszájú Szent János, könyörögj érettünk. Szent Márton, könyörögj érettünk. Szent Patrik, könyörögj érettünk. Szent Ciril és Metód, könyörögjetek érettünk. Szent Mór, könyörögj érettünk. Boromeus Szent Károly, könyörögj érettünk. Szalézi Szent Ferenc, könyörögj érettünk. Szent Tizedik Pius, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent püspökök és tanítók, könyörögjetek érettünk. Remete Szent Pál, könyörögj érettünk. Paduai Szent Antal, könyörögj érettünk. Szent Benedek, könyörögj érettünk. Loyolai Szent Ignác, könyörögj érettünk. Viennei Szent János, könyörögj érettünk. Árpádházi Szent Margit, könyörögj érettünk. Árpádházi Boldog Kinga, könyörögj érettünk. Árpádházi Boldog Jolán, könyörögj érettünk. Lizői Kis Szent Teréz, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent papok és szerzetesek, könyörögjetek érettünk. Szent István király, könyörögj érettünk. Szent Imre herceg, könyörögj érettünk. Boldog Gizella királyné, könyörögj érettünk. Szent László király, könyörögj érettünk. Szent Lajos király, könyörögj érettünk. Szent Mónika, könyörögj érettünk. Árpádházi Szent Erzsébet, könyörögj érettünk. Szent Hedvig királynő, könyörögj érettünk. Boldog Batthyány Stratman László, könyörögj érettünk. Boldog Sarkaházi Sára, könyörögj érettünk. Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Légy irgalmas, ments meg Uram minket minden gonosztól, ments meg Uram minket minden bűntől, ments meg Uram minket az ördög kísértéseitől, ments meg Uram minket a haragtól, a gyűlölködéstől és a rossz akarattól, ments meg Uram minket
az örök haláltól. Ments meg, Uram, minket, megtestesülésed által. Ments meg, Uram, minket, születésed által. Ments meg, Uram, minket, keresztséged és szent böjtölésed által. Ments meg, Uram, minket, kereszted és kínszenvedésed által. Ments meg, Uram, minket, halálod és temetésed által. Ments meg, Uram, minket, dicsőséges föltámadásod által. Ments meg, Uram, minket, csodálatos mennybe meneteled által. Ments meg, Uram, minket, a Szentlélek kiáradása által. Ments meg, Uram, minket, dicsőséges eljöveteled által. Ments meg, Uram, minket, hogy nekünk kegyelmez. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az Anya Szent Egyházat kormányozd és megőrizd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az egész kereszténységnek egységet adj. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minket szent szolgálatodban megerősíts és megtarts. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minden jótevőnknek örökké való javakat adj. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a föld gyümölcsét megadd és megtartsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a meghalt híveknek örök nyugodalmat adj. Kérünk téged, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, Jézus. Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket. Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését, te adod lelkünkbe az irántad való szeretetet, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson eléd. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Könyörögjünk, mindenható Isten, kegyességedhez fohászkodunk, hogy a zsengevetéseket, melyeket a meleg és az eső által nevez, árazd el áldásod bőséges harmatával, és őrizd meg a termés beéréséig. Add meg népednek, hogy legyen mindig hálás ajándékaidért, hogy a föld terméséből az éhezők bőséges jókkal teljenek be, s a szegény és a szűkölködő is zengje dicsőséges nevedet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus így szól tanítványaihoz, mondom nektek, ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit esztek, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. A lélek több, mint az eledel, s a test több, mint a ruha. Vegyetek példát a hollókról, nem vetnek, nem aratnak, nincs pincéjük, nincs kamrájuk, s az Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti, mint ezek a madarak. Ugyan melyiktek hosszabbíthatja meg az életét, csak egy arasznyival is azzal, hogy aggodalmaskodik. Ha tehát még az egészen kis dolgokban is tehetlenek vagytok, mit aggódtok? Vegyetek példát a liliomokról, hogyan nőnek, se nem fonnak, se nem szűnek. Mégis mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha tehát a mezőn a füvet, amely ma a mezőn zöldel, holnap a kemencébe kerül, Isten így öltözteti,
mennyivel inkább titeket, kis hitűek. Ne kérdezgessétek hát, hogy mit esztek, vagy mit isztok, és ne nyugtalankodjatok, mert erre a pogányok törekednek a világban. Atyátok tudja, hogy szükségetek van rájuk. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Könyörögjünk! Örök mindenható Isten, aki az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosan kérünk, hogy földi teremtményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűrjeinket és pincéinket a gabona és a bőr bőségével, és azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked, Krisztus, ami Urunk által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon vetéseinkre, és maradjon rajtuk mindenkor. Amen. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, akik a Facebookon keresztül követnek, hogy a mai napon vasárnap, de hétköznap is majd ugyanúgy, mint ugyan a szentelt barkát kitettük az ajtóba, ugyanígy a szentelt búzából is lehet elvinni az otthonainkba. És hát a felhívás most is ugyanaz, figyeljünk egymásra, vigyázzunk magunkra, és hát gondoljunk azokra, akik zárva vannak, főleg az idősebb testvéreinkre, egy-egy telefon, egy-egy kérdés, hogy miben tudunk segítségükre lenni, úgy gondolom mindenkinek jól esik, figyeljünk egymásra. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Krisztus virágunk, szép termünk.